Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Szép hagyománya van Nyirádon a közös tojásfadíszítésnek. A Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület tagjai már kora reggel serénykedtek, és kikerültek a farönkökből készített nyulak, tojások, majd megérkeztek az óvodások és az iskolások sok-sok díszes tojással, és már is felöltöztették a parkot, igazi húsvétváró hangulatba kerítvén mindenkit, aki arra jár. A közös tevékenység sokak szívét melengeti az ünnep előtt. Ismerkedjenek meg nézőink is a nyirádi központi helyen fekvő parkkal. Nyulacskák mindenütt, meg húsvéti formák, tojások. Olyan, mintha varázslat történt volna. Előző nap még csak a tavaszi természet csodáiban lehetett gyönyörködni, de aztán színes és vidám hangulat költözött ide. A nyugdíjasok hívó szavára minden évben, akármilyen az időjárás, előjönnek a nyuszik, a kis óvodások és a kisiskolások örömére. Ez egy húsvét előtti hagyományos program, közösen díszítjük fel itt a bokrokat és a tojásfánkat. Előtte mi már nyugdíjasok előkészültünk, kiosztuk a zárra célra készített rönknyulakat és a különböző díszeket, jönnek a picinyek, és akkor kézzel adogatják a tojásokat, illetve aki tudja, felhelyezheti a tojásfalra. És kis műsorra kedveskednek nekünk, időseknek. A nagyközség polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, és kiemelte a közösségi összefogás jelentőségét, az ünnepvárás fontosságát. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a hagyományt megteremtette a Nyugdíjas Klub és az óvoda. Ez is mutatja, hogy a generációk között, hogy az idősek és a legkisebbek között milyen fontos kapcsolat van, sőt, talán a legfontosabb kapcsolat. Az óvodások tavaszi dalokkal, nyúszivárom műsorral készültek erre az alkalomra, amelyből ízelítőt nyújtottak. Ráadásul nem is üres kézzel érkeztek a legkisebbek, hoztak magukkal olyan húsvéti tojást, amit a csoportban készítettek. Már 2 hete, hogy elkezdtük a készülődést, megkaptuk a nikecel tojásokat, és azokat minden csoport, a bölcsitől a nagycsoportosokig más-más technikával díszítettük ki. Közben tanultuk a húsvéti locsolóverseket, mondókákat, dalokat, énekeket, ami kitöltötte a napjainkat. És csináltunk nyusikat, meg tojásokat is. És te miért várod nagyon a húsvétot? Azért, mert kapunk édességet, és el tudom osztani a testvérekkel. Az iskola alsó tagozatosait is ámulatba ejtette mindaz, amit itt láttak. Ők már otthon is részt vesznek a közös készülődésben. Mi úgy készülünk húsvétra, hogy az asztalra így ilyen szép terítőt rakunk, meg kidíszítjük a szobákat, meg ilyenek. És hogy készültetek erre a mai alkalomra? Mit hoztatok magatokkal? Hát tojásokat hoztunk magunkkal, meg hát az osztályban ilyen tojásokat csináltunk, ilyen díszeket. Szerinted miért jó, hogy van ez a mai alkalom? Hát szerintem azért, mert már itt a tavasz, és így jön a húsvét. Én úgy szoktam, hogy rajzolok, díszítek otthon ilyen díszeket, meg ilyesmit. Tehát nagy a készülődés, és ehhez jó alkalmat kínált ez a közös alkalom. Így együtt hangolódva talán mindenkinek szebb lesz az ünnep. Érdekes módon az életük elején levő picinyek és az életből kifelé menő időseknek egyenyelve. Valahogyan a szeretet nyelvén egymásra találtunk, számíthatunk egymásra, ők számíthatnak a mi munkánkra, a rendezvényeinkre, a sütögetésünkre. Mi pedig szeretetet kapunk tőlük, látszik a csillogó szemükön, és az nekünk nagy öröm. Ebből szép látszik, ó, ablakában
az ajtaján te.